Egy olyan dél-olasz emberről van szó, aki már 25 éve Magyarországra jár rendszeresen. Itt tölti a tudományos és szabad idejét, tehát mind a kettőt. A Savaria a nyári urbanisztikai egyetem alapembere, egyik fundamentuma. Reggio Calabriában, Calabria tartományban lakik, Reggiótól, fővárostól 20 kilométerre, 15 kilométerre rendében. Ez egy egyetemi város, és ott professzor oktat, architektúrával, építészettel, falukutatással foglalkozik. Dél-olasz országból tudósítja a nagyobb olasz lapokat, közte római és milánói napilapokat. Azt is elmondhatjuk, hogy azok közé, a művészek közé tartozik, akik az ős elemekkel foglalkoznak. Jelen esetben a kő és a víz, azok az ős elemek, amelyek őt foglalkoztatják. A kiállítás maga is arra utal, hogy ennek az egész gondolkodásnak a környezete a mediterrán tengerpart, és hogy még érzékletesebb legyen, ezek a tengerre emlékeztető képek a tenger hullámaihoz hasonlóan rendeződnek. E környezetben születtek meg azok a gondolatai, amik a kő útját végig követik az évmilliárdok alatt, és az egészen ősi jelképektől egészen napjainkig a New York-i ikertornyokra való szimbolikus utalásig vezet el. Ennek egyik fő kifejező eszköze az úgynevezett lyukaskő, ami most olyan magától értetődő, hogy itt függnek, de ezeket meg is kellett találni, és nem hiszem, hogy sokan találkoztak lyukaskövekkel, ő már ezt évtizedek óta gyűjti. Volt ott valamikor egy, lehetett valamikor ott egy bánya, és volt egy Ferro nevű patak. Tehát a Ferro maga azt jelent, ezért feltétlenül valamikor egy bánya működött ott, és erre a patak lehozta a ezt a vastartalmat magával. Io percorso il torrente Ferro e ho fotografato proprio molte pietre che sono corrose dal ferro, che sono attraversate dal ferro. E sok olyan követ talált, amelyben a vas, vagy a rozsda szín beékelődött. Ami a követ üzenetét illeti. Abbiamo sempre considerato la pietra come elemento estetico. Általában úgy fogtuk fel, apprezzabile, mint esztétikailag értékelhető anyagot. Ci piacciono le belle le montagne. Szívesen elnézzük a szépséges helyeket. Ci piace il mare. Ahogy a tengert is. Ma la pietra è anche ugyanakkor a kő egy olyan őselem, amellyel nagyon óvatosan kell bánni. De ma sajnos használják a követ úgy is, mint olyan elemet, amely bizony emberölésre is alkalmas. Minden elem kapcsolódhat a többi egyébhez, ahogy az ember a maga életének elemeit is megpróbálja értelmes egységé összetűzni. Un invito a fermarci un poco, hogy álljunk meg egy kicsit, a non rincorrere le cose da fare, a non rincorrere il tempo, hogy ne próbáljuk lehagyni az időt, ma a fermarci un poco e a riflettere sul nostro passato per meglio costruire il futuro. Hogy megálljunk egy kicsit, elemlékedve a múlton, hogy fel tudjuk építeni a jövőnket. Ora dovrò trascorrere un po' di tempo a cercare altre pietre per fare, perché vorrei fare un'installazione unica usando insieme tutte le pietre. Quindi ho bisogno di spazi molto grandi, mettere insieme tutte le pietre. Az a vágya, hogy további kövek után kutat és a lehető legnagyobb méretű kiállítást teremti meg, és az összeset összegyűjti. De hát ez egy befejezhetetlen folyamat, no? Il mio che non può finire. Certo. No, il mio obiettivo è utilizzando tutte le pietre insieme costruire una torre di Babele. És egy Babel tornyot építeni belőle. Sì, questo è lo scorpione che tenta di volare. Rappresenta il messaggio di un uomo che ha i suoi problemi. L'uomo deviante, l'uomo che compie le azioni e si nasconde, l'uomo che vuole sparire. E allora si mimetizza in uno scorpione inteso come un elemento che fa del male, si mimetizza e cerca di sparire, desidera sparire, vuole sparire, con le ali, vuole volare per non essere più ritrovato. Quindi
questo uomo che compie delle azioni negative e vuole nascondersi, vuole sparire, vuole volare, però non riesce e probabilmente verrà individuato e etichettato. Questa invece è la grande piramide che racchiude il Tutankhamon. Perché? Perché le ultime ricerche effettuate hanno dimostrato che Tutankhamen è stato ucciso con la pietra. E allora io ho voluto rappresentare le pietre sulla testa con il corpo in trasparenza per indicare appunto il Tutankhamon ucciso con le pietre. Quindi la pietra in azione, la pietra che uccide, la pietra che deve essere in qualche modo saputa usare, saputa utilizzare. Dall'11 settembre, un ricordo delle vittime dell'11 settembre, ed ecco che ho ricostruito queste torri gemelle con l'aereo che si muove, e in questa scultura c'è il segno che rappresenta il punto di arrivo dell'aereo e poi il crollo, il collasso che le due torri hanno subito. Un ricordo soprattutto, vuole rappresentare un ricordo per le vittime, per le migliaia di vittime del terrorismo, e speriamo che la devianza, la criminalità, il terrorismo, tutte le questioni politiche vengano superate affinché si possa vivere più serenamente. Ciao! Benvenuti! Születtem, ez a mai ünnep San Vincenzo emlékére kerül megrendezésre, amikor is ő egy hatalmas szárazság után esőt fakasztott. Contadini del paese portarono il santo in processione e prima ancora ennek az örömnek a emlékére a itteni paraszt emberek, mivel nagyon szegények voltak, nem voltak más áldozatot bemutatni, mint hatalmas tüzeket gyújtottak. L'unica cosa che potevano offrire era della legna da ardere. És aztán az egyetlen egy dolog volt, amivel megköszönhették a szentnek a segítségét, az a fa volt, hiszen más nem volt, amit felajánlottak volna neki. Ezért gyújtják a tüzeket, és ezért próbálják megköszönni azt, amit San Vincenzo elkövetett a
a városkáért, a városka környékéért, az itt élő parasztokért. Guarda i muscoli del capitano. Tutti di plastica e di metano. Guardalo nella notte che viene, quanto sangue nelle vene. Il capitano non tiene mai paura. Dritto sul cassero, fuma la pipa. In questa alba fresca e scura, che rassomiglia un po' alla vita. Poi il capitano, se vuole, si leva l'ancora dai pantaloni e la getta nelle onde. E chiama forte quando vuole qualcosa, qualcuno, c'è sempre uno che gli risponde. Ma capitano, non te lo volevo dire, ma c'è in mezzo al mare una donna bianca, così enorme, alla luce delle stelle, così bella, che di guardarla uno non si stanca. Questa nave fa 2000 nodi, in mezzo ai ghiacci tropicali, ed ha un motore di 1 milione di cavalli, che al posto degli zoccoli hanno le ali. La nave fulmine, torpedi nemici, scintillante bellezza, fosforo e fantasia, molecole d'acciaio, pistone, rabbia, guerra, lampo e poesia. E in questa notte elettrica e veloce, questa croce di 900, il futuro è una palla di cannone accesa e noi lo stiamo quasi raggiungendo. E il capitano dice al mozzo di bordo: signor mozzo, io non vedo niente. Le pietre bucate al sole. Amikor az első kiállítását csinálta szombaton, akkor mindenki azt gondolta, hogy a kövekre a lyukat ő saját maga készítette el. Invece queste pietre, ezek a lyukak a kövekben egy természetes folyamatként keletkeztek, mégpedig úgy, hogy a kövekben vastartalom van. Oxidálódott vas, ami rozsdává vált az idő során, eltűnt a kőből. Le prime pietre che a kőben lévő vastartalom miatt elkezdett rozsdásodni, és elindult a kő kiukadásának a folyamata. Itt kezdődik el. Ez éppen annak a példája, amikor a vastartalom miatt elkezdődött, nem lyukadt át a kő, de a felületén elkezdődött a rozsdásodás, ott elindult a lyukképződés, de nem hatol át a teljes keresztmetszetén a kőnek. És ez az a példa, ami tudományosan is tudná bizonyítani, hogy a kőben levő vastartalom miatt az oxidáció hozza létre az átlyukadást. Itt van ugye már egy lyuk, de maradt a lyuk környezetében egy rozsdás réteg, egy elrozsdásodott, eloxidálódott vas réteg. Itt már majdnem befejeződik az átlyukadás, de még ott vannak a eloxidált vastartalomnak a nyomai. Ez a két kő aztán azt mutatja, hogy hogyan fejeződött be a folyamat. Itt már nem látni a elrozsdásodott, eloxidálódott fémnyomokat, mert már azt a tenger mozgása, amit ugye a kővel is végez, már teljesen eltüntette az eloxidált vastartalmat. Ez az utolsó kő annak a jele, amikor ő ebbe már egy kis namilt fűzve teljesen a szombathelyen is láthatott, a képtárban láthatott kiállításra elkészítette a teljesen átlyukadt követ. Io mi ricordo che avevo paura quando bussammo alla porta, ma lei sorrise e ci disse di entrare.
era vestita di chiaro e ci mettemmo seduti ad ascoltare il tramonto, il de nel buio suonava la cetra. Notte mio padre dormiva, ma io guardavo la luna, dalla finestra potevo toccarla, non era più alta di me e il cielo sembrava più grande ed io mi sentivo già uomo quando la neve scese a coprire la casa di Ilde. Il doganiere aveva un fucile quando ci venne a svegliare. Disse a mio padre di alzare le mani e gli frugò nelle tasche, ma non trovò proprio niente, solo una foto ricordo, il de nel buio suonava la cetra. Doganiere ci strinse la mano e se ne andò desolato. E allora Ilde aprì la sua cetra e tirò fuori i diamanti e insieme bevemmo del vino, ma io solo mezzo bicchiere. Quando...